26. fejezet. A hajótörés. Az Annabel apró könnyű teste a csendes esti tengert hasítva eltávolodott a kínol kevérböltől. Kalipszó ült az orvon, és a laposan hömpölygő hullámokat vizsgatta. Arra mutatott egy világosra pont felé, amit csak ő ismerhetett fel az egyre feketébb vízfelszínen. Biztos volt a dolgában, érezte, hogy milyen irányba kell menni, mintha csak közvetlen összeköttetésben lenne a vízzel. Aventúr és Homer mérnök a aggódó pillantásokat váltottak egymással. Addig rendben van, hogy ez az ember segítében jól lévő hölgynek. Az is rendben van, hogy tengerre szárjévezős csónakon nem sokkal napnyugta előtt. Az is rendben van, hogy jó messzire eltávolodik a parttól, már feltéve, ha az egész nem tűnik teljesen értelmetlennek. Kalipszó asszony, már megbocsásson, szólt meg Aventúr, de közben tovább vezet. Nem magyarázná esetleg el nekünk, hogy mit is csinálunk tulajdonképpen? Az asszonyka meg sem fordulva válaszolt, miközben folyamatosan a tengert kínálta tüzetesen. Egy barátomat keressük. Persze, folytatta Covent, de miért is errefelé keressük pontosan? Mert itt van valamerre. Homer neki feszült az övezőnek, és nagyot húzott rajta. És hogy nagyon messze van az innen. A mérnök hangja határozottan bosszusnak tűnt, ezért Kalipszó hátrafordult. Könyörgök, higgyelek nekem, uraim, nem vagyok bolond. Ezt senki nem állította, kiáltotta a mérnök, de mintha az ellenkező érő lett volna meggyőződve. De gondolják, és én tudom az arcokról, tudok az arcokról olvasni. És az önök szempontjából még igazuk is van. Az a helyzet, hogy én érzem, hogy valami történt itt valahol a közelben. Mást, hogy többet sajnos nem mondhatok, mindössze néhány perc türelmüket kérem. És még egy kis erőfeszítést. Előbb szó bizonytalanul nem mosolyodott. Sápat arca olyannak tűnt, mint a vízen tükröződő holdvilág. Remek gyümölcsleves tudok főzni, és megígérem, hogy amint hazaérünk, meghálom a fáradozásukat. Hát, amennyiben így áll a helyzet, asszonyom, válaszolt Kovántúr, muszáj teljesítenünk óhját, nem igaz, Homer? Hát persze, rogtam az minden meggyőződés nélkül, és arra gondolt, hogy ezt a halászlót igencsak különös népet lakják. Azért fizetnek neki, hogy minél tovább húzzanak egy költözést. Aztán megostromolják a hotelben, mert összetévesztették valami Ulysses Moore-ral. Eltűnik egy kamionja, valami útra dőlt fa, meg olyan kártyúk miatt, amit mintha direkt rástak volna az útra. És most a nap lezárásaként egy hotkoros nő meggyőzi, hogy kielvezzenek a nyílt tengerre egy állítólagos bagyon lévő barátja miatt. Egyre kevesebbet látni, szólt végül, és nagyon mutatott a kétségeit. Szinte válaszként hátuk mögül kijultak kiomorkált világító tornyának fényei. Jobb így, bátorítottak a vend. Ott, kiáltott fel hirtelen Kalipszó, és a tengerre mutatott. Látják? Itt. Kovánt és Homer elengedték az evezőket, és abba az irányba bámultak, amelyre Bigus kisasszony mutatott. Egy tinta fekete csík, egy tejfehér sávval látható a határon, és az egyre sötétedő ég volt. A két férfi mindössze ennyit látott. Utána viszont a torony fényhasábja megvilágított egy fekete, örvényű alakot, ami valami húrási fekete madárra emlékeztetett, és valami alig 20 méterre odébb a vízbe csobbant. Egy bálna farka, kiáltotta Kovántúr. Jól láttam, egy bálna volt? Igen, kiáltotta a Kalipszó is. Fordítsuk meg a csónakot. Miért? Hová fordítsuk? Kérdezte Homer, aki hirtelen pánikba esett. Nem veszélyes ez, nem borulhatunk fel? Nem, nem, könyörülök, siessünk, nyöszörögte Kalipszó. A két férfi határozott mozdulatokkal elvezett a sötétben, míg a csónak orra be nem ütközött valamivel. A bálna, jöltötte Homer, és talpra ugrott. Jaj, ne, nyögte viszont Kalipszó, és milyen kihajolt a csónakból. Leonard. A vízben egy ember volt. Covenantúr lekapta a cipőjét és az ingét, és a vízbe vetette magát. Óvatosan, kiáltotta Homer, aki megpróbálta egyensúlyban tartani a csónakot. A víz mozdulatlan volt és langyos. Covenantúr odaúszott a vízben levegő testhez, és megkísérelte megmozdítani. Él? Kérdezte Kalipszó. Úgy tűnik, válaszolta, és odahúzta a csónak a testhez. Igen, igen, csak elvesztette az eszméletét. Gyakorlatlan mozdulatokkal lecsatolta róla a búvármaszkot, ami a vízbe esett. Rajtalan az egész búvár felszerelés. Még szerencse, a felfújtható mellény nélkül biztosan elmerült volna. Túl nehéz ahhoz, hogy kihúzzam. Kovántól megkereste a két palack közítését, és nagy nehezen leakasztotta őket, nem törődve vele, hogy azonnal alá merülnek. Azután így próbálta meg a csónakba tuszkolni. Homer és Kalipszó Leonard két karánál fogva kevés sikerrel próbáltak segíteni neki. Valóságos óriás a barátja, asszonyom. Gyerünk, nyomja meg, húzzák fel és vigyázzanak el, ne essenek. Leonard teste a csónak peremén hevert,
majd nagy nehezen átfordult és tompa puffanásra landolt a csónak fenekén. Kész, kiáltott fel hitetlenkedő Homer. Megcsináltuk. Előbb szó Leonard felé hajolt, félre simította a haját, és megpróbálta újraéleszteni. Kitartás, mász fel, mondta a mérnök Covenantnak. Most már tegezze a férfit. Kezénél húzva segítette fel a fedélzetre. Sohajtott végül. Nem hittem volna, hogy sikerül. De én sem, ismerte el Homer. Hirtelen mindketten elhallgattak. A vízfelszín fodrozódni kezdett, majd megemelkedett a vízszint, és a tenger még feketébbé vált. A bána hátán emelkedett ki lassan, elegánsan és ellenállhatatlanul a tengerből. Olyan volt, mint egy tenger felett átívelő híd. A következő pillanatban eltűnt, ám előtte még felvillant az Annabelle-nél, mint egy háromszor nagyobb farka is. Egyszer még az ég felé csapott vele, aztán a mélybe merült. Ezt megúsztuk, mondta Homer. Ha még egy méterre idébb jön fel, hát igen, bonyított Covenant is, és arra gondolt, hogy néhány másodperccel korábban pontosan ott úszott a bálna fölött. Annyira kicsik vagyunk, hogy még csak észre sem vente volna minket. Covenant úrnak azonban más járt a fejében. Nekem pedig az volt az érzésem, hogy nem is tudom, mintha üdvözölne minket. Calypso felé fordult, akinek most már jóval nyugodtabb volt a tekintete. Nincs igazán. Nem úgy érzi én is, hogy ez a bálna, mintha valahogy segített volna nekünk. De igen, itt történt, válaszolt a nő. Ő hívott idejünket. Nem véletlenül nevezik ezt az öblöt úgy, hogy Vézgol, bálna hívogató. Elképesztő volt, mondta ekkor Homa. Valami egészen elképesztő. Sokért nem adnám, ha még egyszer láthatnám. Egy olyan hang hallatszott ekkor, mintha egy cső robbant volna szét. Vagy mintha a világ lennél zuhanyát hitották volna ki hirtelen. A bálna jegyzete betöltötte a levegőt, és csak annyi idejük maradt, hogy felpillancsanak, mielőtt meleg és bűzös víz borította volna be őket. Ami kis hián felborította a csónakot is. Ó, a francba, ez szörnyű, jelkatott Homer, akit épp úgy, mint társai tetőtől talpig beborított a víz. Fúj, ez rettentő, micsoda bűz! Ebben a szem pillanatban a csónak fenekén heverő férfi hevesen köhögni kezdett, és kinyitotta egyetlen szemét. Egy szó sem szólt, csak egyre köhögött. Körbenézett, és próbált rájönni, mi is folyik körülötte. Én vagyok az Leonard, üdvözölte Calypso. Benner, motyogta Leonard minek szó, amikor kicsit csillapodott a köhögése. Covenant, mutatkozott be Covenant úr, aki a bána által kiköpött algáktól zöldelt. Ez a félig emésztett apró halakkal borított úriember mellettem Homer, a Homer & Homer társaság részéről. Homer mérnök úr a pontosság kedvéért. Láttam, üvöltötte Leonard. Mit láttál? Kérdezte Calypso. Úgy tűnt, Leonard csak fokozatosan tér vissza a való világba. Végig tapogatta a testét, majd esetlenül megfordult a csónakban. Ne, leesett rólam, elvesztettem. Megtenni, hogy nyugodtan marad egy perce? Kérdezte Homer, Covenant, akit idegesített a csóna óriás fészkelődése. Megtaláltam a vitorlást, kiabálta Leonard. Arca olyan volt, mint egy hulláé, és úgy tűnt, észre sem veszi a másik két férfit. Megtaláltam felébb szó, ott van Len. Ez Raymond Moore vitorláshajója. Ez érkezett Kilmarkában. Leonard, nyugodj meg, csitítottak felébb szó. Ott voltam nem, de elfogyott a levegőm. A férfi felült a csónakban. És akkor sietnem kellett a feljövetellel, mert az volt az utolsó pillanat, és ki kellett egyenlíteni a nyomást, és akkor érkezett a bálna. Egy bálna Calypso, és meglökött. A felszín felé, mintha minden tudna. Mi mindent? A világító toronyőre ekkor észrevett valami tudortanágosan. Lehúzta a cipzárt, egyik kezével benyúlt a kezes lábas alá, és kihúzott egy fémórát. Nem veszítettem el, mosodott el, miközben az Annabelle bizonytalanul haladt a nyílt tengeren. Megmutatta az órát Calypsónak, majd Homernek és Covenantnek is. Szép fényből készült Puer óra volt, fedején egy bagolyjal. Igazán szép, jelezte meg Covenant, és mellesleg az ott róla eszembe, hogy most már tényleg ideje volna visszamenni. A feleségem bizonyára már aggódik. Ott volt a vitorláson, magyarázta Annabelle Calypsónak. Raymond Moore 16. századi vitorlásán. Nehezen tudnám elképzelni, hogy ez a tárgy 16. századi kronométer lenne, akadékoskodott Homer mérnök. Ott volt benne, hogy beszóló velem, fejezte be egy cuccra Leonard minek szó. Ott lent halt meg Rick apa, édesapja.